Mindenkinek csodás szép estét, nagy szeretettel köszöntöm ma este is a kedves Pentart alkotókat. Tartsatok velem, és készítsünk együtt egy nagyon-nagyon szép és hangulatos nyári dobozt. Remélem, hogy sokan értek rá ma este, bár tudom, hogy nagyon-nagyon sokan izgatottak, ugyanis ma hirdetik ki a felvételi ponthatárokat, úgyhogy biztos az egész család, akinek van ilyen gyerek a rokonságában, vagy az ismerősi körében, mindenki nagyon-nagyon izgul, hogy meglegyenek az idei pontok, de így a nagy izgalmak előtt még talán 8 órakor hirdetik. Igen. 8 órakor hirdetik a pontokat, úgyhogy addig még van időnk, hogy készítsünk egy nagyon-nagyon egyszerű, de annál látványosabb nyári hangulatú dobozt. Nonó várja ma este is a hozzászólásaitokat, és természetesen a sok-sok Pentart terméket, amit ma este használni fogunk, megtaláljátok mind a Pentart hivatalos viszonteladóinál, a hivatalos viszonteladóknak a listáját, pedig megtaláljátok a www.pentart.eu oldalon. Nonóka, érkeznek a Pentart alkotók? Igen, már 40, amúgy jó. Ó, remélem azért egy kicsit... még többen is érkeznek, de nagyon-nagyon örülök azoknak, akik már is be tudtak csatlakozni, és lássunk is hozzá a mai alkotásunkhoz, mert igaz, hogy nagyon egyszerű lesz, egy kicsit időigényesebb. Mivel már korábban készítettem egy hasonló dobozt, aminek nagyon-nagyon sokan örültek az alkotók körében, ezért mára van egy... hasonló mintadarabunk, nem teljesen ilyen lesz a mai alkotás, de az is színvilágában hasonló lesz, ugyanígy ki fogjuk alakítani ezt a csíkos oldalsó díszítést, és a tetejére is fogunk majd valami dekorációt kitalálni. Nem ezt a scrapbook papíros díszítést fogjuk elkészíteni, hanem egy kicsit másmilyen, amiben majd az első lépéseknél már is restaurálni fogunk, ugyanis van egy pár ilyen kis kerámiám, amiket kicsit apróbra törtem, mint amekkorák, úgyhogy van egy világító tornyom, aminek hiányzik egy emelete, de a teteje megvan, úgy gondoltam, hogy ezt fogjuk majd rátenni díszítésnek, nem teljesen ugyanígy, úgyhogy ezt még ki is kell pótolnunk, illetve van egy kis vitorlás hajom, aminek véletlenül letörtem ezt a kis zászlóját, ezt gondoltam majd rátenni díszítésnek, még egyéb más kiegészítőkkel, úgyhogy egy picit más lesz, de mégis hangulatába és díszítésébe hasonló. Nonóka, kik vannak itt velünk ma este? Itt van Blanche, itt van Győfi Miklósné, Horváthné Nellika, Manya Szilvi, Szabó Lászlóné Szilvi, Kovácsné Balog Eszter, Nemzetűs Évi, Molnárné Jánikő, Blaskó Erzsike, Erde Jánikő. Köszönöm, Nonóka, köszönöm, nagyon-nagyon köszönöm nektek is, hogy ma este is itt vagytok, mint szinte minden csütörtökön, úgyhogy köszönöm szépen a kitartó érdeklődéseteket, remélem, hogy ma is érdemes lesz itt ragadnotok és együtt alkotnunk. Nos, ezt egy kicsit félreteszem. És a mai alkotásunk, hogy ügyesen, gyorsan tudjunk haladni, egy sokkal kisebb dobozra fog elkészülni. A doboznak a belsejét, hogy szép legyen a dobozunk, nagyon gyorsan lefestem diószínű lazúrral. Nagyon-nagyon szeretem ezt a diószínű lazúrt, mert nagyon gyorsan szárad, meseszép színe van, úgyhogy ezt fogjuk ma használni, és megnézzük, hogy egy rétegben milyen színt produkál, aztán az is lehet, hogy két rétegbe visszük föl, de ez már részletkérdés. Szálirányjal megegyezően kenem a lazúrt. Nagyon gyorsan lehet vele haladni. Ugye a lazúrokat azért szeretjük nagyon, mert igaz, hogy megszínezik a fát, de érvényesül a fának a mintázata, az erezete.
Nagyon sietek. De így akkor a dobozt félre is tudom majd egy picit tenni. Itt egy picit a tetejénél igyekszem óvatosabban kenni, hogy ne csurogjon le a külső oldalakon. Még mindig sokan érkeznek. Jaj, de jó! Nagyon örülök. Ez volt a diószínű lazúr. Most jelenleg egy rétegben. És már is neki kezdünk a doboznak a külső része, külső részén van a doboznak ez a nagyon látványos csíkozás. Itt majd ezt az alsó részt fogjuk hasonlóan elkészíteni. Ehhez fehér dekorgumit veszek elő, és megmérem a doboznak az oldalát. Csikós Andi írja, hogy sziasztok, szia Viki, jó munkát! Szia drága Andi, millió puszi nektek, köszönöm, hogy benéztél. Ez 5,4 centi körülbelül. Ezt itt ki is mérem. A hosszabb oldalakon. De. Vagyis a rövidebb oldalon mérem, és a hosszabb oldalakon fogom vágni. Na, egy kicsit lassabban. Ide, Peneti már sírja, hogy sziasztok, ideértem, unokáztam, kiskörösen vacsoráztam, másodhámon egy szuper új Tambura nevű étteremben. Busza időre rohantam az alkotást nézni. Na, hát nagyon köszönjük, Mártika! A nagy sietségedet, örülünk, hogy itt vagy, és azt is, hogy ilyen szuper jól töltötted a mai napodat. A gasztrotúra élménybe számolóját is. 5,4 körülbelül. Egy megmaradós rész lesz, valami máshoz, vagy akár a világító toronynak a kiegészítéséhez. Az alkotásunkhoz három fő, már nem is inkább négy fő színünk lesz. Az egyik a bézs, a másik a földbarna, a harmadik a country kék, és egy nagyon kevés jégkéket is bele fogunk varázsolni. A doboznak az alsó részét földbarnára fogjuk majd festeni, és ezeket a dekorgumi csíkokat pedig az egyiket country kékre, a másikat jégkékre, a harmadikat pedig bézs színűre fogjuk majd festeni.
ez a jégkék. Ide teszem nektek, hogy miket használunk. Ez a jégkék. És ez egyik dekorgumi csíkot ezzel a jégkék színnel le is festem. A dekorguminek kicsit nehezebben szárad nekem a festék, de természetesen ez is időjárás függő. De úgy gondoltam, hogy fessük ezeket elsőként. Ha bármi kérdésetek van, akkor azt tegyétek fel hozzászólásban, nagyon szívesen válaszolok a kérdéseitekre. És már is elmondom, hogy tudom, hogy a bentart alkotók között is vannak olyanok, akik nagyon-nagyon szeretik ezeket a tengeri hangulatú, kékes színvilágú alkotásokat, viszont vannak olyanok is, akik inkább a zöldes árnyalatokért, vagy a rózsaszínes, vagy a szürkés árnyalatokért rajonganak. A doboz nagyon szép ebben a színvilágban is, ebben a kékes-barnásban is, de teljesen gyönyörűséges lehet ugyanígy szürkés színvilágban, vagy rózsaszínes színvilágban, vagy zöldes színvilágban. A doboz belsejét milyen színű lazúrral? Diószínű lazúrral van a doboznak a belső része egyszer átkenve. Nagyon mutatós szerintem a dobozon ez a csíkos oldalsó rész kialakítása, és nagyon-nagyon egyszerű is. Bármilyen felületet be tudtok vonni így a dekorgumi csíkokkal. Ez volt a bézs, jégkék bézs és kantrikék. Már ezek a színek így együtt, nem tudom, hogy mennyire látszódik így, hogy belekandikál a sötét barna, de szerintem nagyon-nagyon harmonikusak. Hát, nem? Maria valami furi nyelven kérdezi, hogy ez kőpapír, de nem tudom. Nem kőpapír, hanem sima dekorgumi. Ezt nem tudom, hogy még elmondani. Anya Évi is ide ért. Hello, Évi! A kőpapír ettől sokkal vékonyabb. Még ugyan nem száradt meg a dobozunknak a belseje, de kezdjük el a doboz külső részének a festését. A tetejét azt úgy gondoltam, hogy béz színűre fogjuk itt is kenni, mint a nagy dobozon, hogy minél inkább hasonlítson egymásra a kettő. Úgy gondolom, hogy ti itt most nagy színváltozást nem érzékeltek a kameránál, hogy a natúr faszínből bézs színű lesz. De azért majd, hogyha az alját is
lefestem, akkor biztos látszik a különbség. De látszik. Látszik? Nem is gondoltam, mert annyira hasonlítanak. Itt van Blanche is. Hello, Blanche! Senki Erika válaszolt neki, hogy köszönöm, nem Erika. Hanem dekorgumi. Köszönöm, Erika, nagyon kedves vagy. Milyen jók a nemzetközi kapcsolatok. És következzen a földbarna. A földbarnával pedig a doboznak a külső, alsó részének a külső oldalait kenem le. Danka Edith is. Hello, Editke! Az látszik, hogy barna, nem fekete? Igen. Mert annyira sötét barna ez a barna, hogy... Így óvatoskodik, aki nem szereli szét a dobozokat, hogy ne kelljen összeszerelni. Gondolkoztam rajta az élő előtt, hogy lefestem előre a dobozt, de aztán arra a döntésre jutottam, hogy olyan szép színeket használunk, hogy biztos, hogy ti is szívesen gyönyörködtök ezekbe a csodaszép akrilfesték színekben. De szépesen színek. Szia, Böbe! Jó, hogy itt vagy! És kimondottan egy ilyen kisebb dobozt választottam, hogy gyorsan tudjunk haladni. Hát, ha 8-ig kész leszünk, mire hirdetik a pontokat. Ó, csak összekentem. Semmi baj, úgyis maszatoljuk a széleket. Nem kell aggódni semmi se, ha esetleg összekenitek a dobozt, mert ugye nem vártuk meg, hogy a teteje megszáradjon,
egy kicsit összefogta a doboznak az élét, semmi probléma nincsen, úgyis antikoljuk majd a széleket. Átforgatom, nehogy megfolyjon valahol. Na, ezek lesznek a ma este főszínei. Mi a véleményetek? Szepes Erzsik azt kérdezi, hogy milyen pontokra vártok? Felvételi? Aha, ma hirdetik a felvételi pontokat. Gondolom, sok helyen a fiataloknak mindenféle partik vannak. A dekor gumik jól száradnak, de egy kicsit félre pakolom őket, még egyébként nem teljesen száradtak meg, és nekünk nem csak a dekor gumikra van szükségünk, hogy szárazak legyenek, hanem a doboznak az alsó sötét földbarna részére is. De addig, amíg szárad a dobozunknak az alsó része, vannak itt ilyen balesetes kis kerámiáim, amiket úgy gondoltam, hogy egy kicsit helyre pofozunk, hogy tudjuk használni ehhez az alkotásnak a díszítésére, a tetejének a díszítéséhez. Én express ragasztót fogok most használni, mert ez szárad a leggyorsabban. Természetesen tökéletes választás a heavy body gel is. Ezeknek a kis... Nagyon szépek a színek. Kerámia figuráknak a ragasztásához. Örülök neki, szerintem is nagyon-nagyon szépek ezek a színek. Ez olyan pici részem tört el, hogy még és a világító toronyból pedig egy részt elhagytam, itt biztos, hogy volt még egy rész, hogy ez itt ilyen magasabb lehetett hajdanán. Úgy gondoltam, hogy én alufóliával fogom kipótolni. Nem csináltam még ilyet, de gondoltam, hogy most így együtt kipróbálhatnánk. Ez sima alufólia. És úgy gondoltam, hogy ide építek egy ilyen magasabb részt. Jobb lesz, mint úgy korábban. Ide csinálok egy kis ragasztókupacot. Még most is sokan érkeznek. De jó! És rá is ragasztottam a tetejét, már is egy kicsit magasabb, egy picit elegánsabb. Látom, Nonó is elégedetten nyugtázta, hogy jó lesz! Üveget üvengel, mivel lehet ragasztani?
Hát adjatok tanácsot, kinek mi vált be az üveget üveggel ragasztani. Mondjuk az is fontos az üveg és üveg ragasztásánál, hogy mondjuk egy törött poharat szeretnénk újra ragasztani, vagy mondjuk üvegnugátokat szeretnénk ráragasztani egy üvegkehelyre, mert azt már láttuk, hogy az például a UV gyantával milyen nagyszerűen működik. Egy kicsit rászállítok. Mindjárt keresek egy kisebb ecsetet. Egy picit megvárom, hogy kihűljön az alufólia. És egy pinduri fehér akrilfestékkel az alufóliás részt is, illetve az egészet átkenem. Még nincsen teljesen megszáradva, de majd óvatosan bánok vele. Most egy picit majd ezzel foglalkozunk, én ezt az alsó részét is átkenem. Közben itt megbeszélték, hogy az UV ragasztóval, vagy Happy Body Gel-lel. És mit szeretnének vele ragasztani egyébként? Azt nem láttam, hogy írták volna. Mert hogy szerintem azért az is fontos, hogy milyen céllal ragasztunk.
kis hajót is. Peskés pohár talpa tört le. Ahhoz tökéletes lesz az UV-lak. Így, hogy az egész fehér, így majd sokkal könnyebb lesz a mi színvilágunkhoz igazítani. Picit ezek, hogy száradjanak, pihenjenek így az újjászületés után. De szerintem teljesen jó lett a világító torony is, és a kis vitorlásunk is. Jöjjenek a dekorgumi csíkok. A dekorgumi csíkokat fölszeletelem. Nem mérem őket, csak körülbelül ilyen bő másfél centis darabokra vágom föl őket, és még kimondottan arra sem figyelek, hogy egyenesek-e, vagy esetleg kicsit görbék itt-ott. Sőt, van amelyik egy picit szélesebb is. Egy kupac. Még egy kupac. A dekorgumi egy rendkívül olcsó alapanyag, nagyon-nagyon könnyű kezelni, vágni, festeni, formázni, úgyhogy egy nagyon közkedvelt alapanyag, és ezért is gondolom úgy, hogy ez az ötlet, ez egy csomó mindenhez jól fog jönni, akár kaspókat szeretnétek készíteni, akár dobozokat szeretnétek így díszíteni. Itt az alja még nem teljesen van megszáradva, de jó lesz ez így nekünk. Express ragasztó. És elkezdem őket felragaszgatni. A dekorgumit ragasztóztam én. Mindjárt elkészek itt valamit, hogy ti is lássátok, meg én is. Hogy ne legyen a doboznak az oldala fényes a ragasztótól. És így sorba egy bézs, egy country kék, egy jégkék. Egy pici szünettel. Így végig ragaszgatom. Az egyetlen, amire érdemes odafigyelni, hogy a doboznak a tetejét ne ragasszuk össze a dekorgumival. Na, így lesz jó.
Szilágyiné, Horváth Kriszti írja, hogy ő lehet Dilis, de még a nyaralásra is vitte magával az alapanyagokat, és amit alkotni szeretne. Dehogy is, Kriszti! Nagyszerűen tetted, ez is azt jelenti, hogy téged is rendkívül kikapcsol és megnyugtat az alkotás. Nagyon jól tetted. És mi szépet készítettél? Kovács Judit írja, hogy már megtanulta tőled, hogy mindent át lehet festeni, hanem megfelelő a színe. Pontosan, pontosan. Ebből egy kicsit levágok. Remélem most már így jó lesz a mérete ide. Fordítunk. Inkább ezt a másik részét rakom most. Hogyha esetleg hosszabb a dekorgumi csík, mint a dobozunk, akkor inkább lefelé toljátok, mert úgy sokkal könnyebb lesz utána egyenletesre vágni. Pillerné Zsuzsi írja, hogy sziasztok, Viki, tudom, hogy nem ide tartozik, igen, de segíts, légy szíves. Na? Már másodszor jár úgy, hogy a dekorpaint soft festékeket rákenni a festővászorra, erre néhol rákenni az egyfázisú repesztőlakot, megvárja a száradásokat, utána felkenni még egyszer a másik színű dekorpaint softot, és a, miután az is megszáradt, a matlakkal akarja lekenni, és mindig visszaszedi a felső réteget. A mat, vagyis a dekor festékekhez kimondottan vannak a dekor lakkok, de én nem hiszem, hogy ez lehet a probléma. Hát ezek, amikor így visszajönnek a rétegek, Zsuzsi, én is a Pentart laborból többször is azt a választ kaptam, hogy ezek rendszerint akkor fordulnak elő, amikor bizony-bizony úgy tűnik, hogy megvárjuk a száradási időt, de valami oknál fogva mégsem száradnak ki teljesen. A dekor festékek viszonylag sűrűek, mondjuk, hogyha az akril festékkel összehasonlítom, akkor a dekor festék a sokkal sűrűbb állagú, és lehet, hogy ebben a nyári párás időben sokkal több idő kell a kiszáradásához, mint úgy egyébként. Én nem gondolnám, hogy a matlakban bármi olyan összetevő is lehetne, ami összeveszik a dekor festékkel. Úgyhogy én csak erre tudok gondolni, de meg fogom írni a Pentart laboros lányoknak, hogy ez a problémád, és ha csak nem nézik a mai élőt, és mindenféleképpen megírom neked, vagy mondom, hogy vegyék fel veled a kapcsolatot, hogy mi lehet a probléma. Én csak erre tudok gyanakodni, hogy nem szárad ki eléggé már az első réteg sem, és utána, hogy rákerül az egyfázisú repesztőlak, az le is zárja valamilyen szinten az első réteget, ami nem volt teljesen kiszáradva, és hát a lakkok bizony, hogyha olyan felületre kerülnek, ami nincsen teljesen megszáradva, akkor bizony az egy általános jelenség, hogy a festéket is visszaszedik, én csak erre tudok gondolni. De az előbb beköszönt Csikó Sandi, nála nagyobb és tapasztalt szaktekintélyt nem ismerek a témában, nem tudom, hogy itt van-e, és esetleg ő valamivel ki tudná egészíteni azt, amit mondtam, de én csak arra tudok gyanakodni, hogy ezzel a száradási idővel lehet a probléma ebben a rendkívül párás nyári időszakban. Erdély Enikő írta, hogy neki eddig nem ment a csíkozás, de ezzel a módszerrel biztosan sokkal könnyebb lesz, úgyhogy köszöni, megint tanult valamit. Jaj, hát nagyon örülök, Enikő!
Nagyon örülök. És ezek kimondottan szabálytalan csíkok. Szándékosan. Biztosan szép, hogyha egységes, de az enyémek szándékosan ilyenek. Esetleg Zsuzsi ír vissza valamit Nonóka, hogy... Hogy köszöni. Nagyon elkeserítő, mert másodjára járt így. Elhiszem, Zsuzsi. Az a szerencse, hogy rendkívül lelkes alkotó vagy, aki tudom, hogy nem tántorítanak el az ilyenfajta nehézségek. Hidd el, hogy az lehet, hogy ezek a dekorfestékek, ezek nagyon sűrűek, és nagyon sok idő kell neki ahhoz, hogy teljes mértékben megszáradjon, vagy kiszáradjon. És azt se felejtsük el, hogy a dekorfestékek kimondottan arra lettek kifejlesztve, hogy ezek ilyen krétafesték alapúak, és nagyon-nagyon könnyű őket csiszolni, úgyhogy a tapadásuk sem közelíti meg a sima akrélfestékeknek a tapadását, és szánt szándékkal, hiszen így gyönyörű szépen lehet több réteg festéket is összecsiszolni, és utána babapopsi finomságúak lesznek ezek a felületek. Úgyhogy a tapadása sem olyan, mint a sima akrélfestéknek. Lehet, hogy az is szerencsés lenne, Zsuzsi, hogyha a második festék réteg az nem dekorfesték lenne, hanem akrélfesték, és annak sokkal jobb a tapadása. Esetleg egy kis felületen próbáld meg úgy, hogy alul van dekorfesték, utána egyfázisú repesztő, és a második festék réteg az egyfázisú repesztőlap után az akrélfesték, és lehet, hogy már is szerencséd lesz vele. Most az elejét csíkozom. Aztán majd meglátjuk, hogy a hátuljára marad-e még időnk. Jaj, ide nem is hiányjon. Esetleg Angi, vagy valami pántart szaktekintély szaksegítsége érkezett? Nem. Sajnálom. De meg fogom kérdezni, Zsuzsi. Most pedig azon dolgozok, most ugye a két széléről kezdtem el felrakni a dekorgumi csíkokat. Világos, akkor elvileg ide a közepére egy bézs fog jönni. Hogy nagyjából egyenletesen tudjam elosztani. Nagyjából. Még nem vágom le, mert még nincsen megszáradva a ragasztó. Most is. Azt hittem leszettem. Andi, visszajöttem, megismételnétek, miről beszéltetek? Mi a kérdés? A kérdés az volt, Andi, gyorsan elmondom neked, mert szerintem így gyorsabban megy, mintha Zsuzsi újra leírja. Feszített vászon alap, dekor, kréta festék a vászorra, ezután egy fázisú repesztőlap, ezután még egy dekor, kréta festék, utána pedig, hát természetesen vélt
száradási idő után matlak. És a matlak az felszedi a második réteg dekor kréta festéket. Te mit mondasz, mi lehet ennek az oka? Segíts nekünk! Hagy okosodjunk a pántart bölcsítő. Én addig gyorsan. Mi jó, hogy ezt a kis dobozt választottam. Jól éreztem, hogy elég lesz ez. Én is kíváncsi vagyok, hogy Andi mit gondol erről. Nem kell matlak. Minek? Nyilván nem szárad át tökéletesen, pár nap után én inkább vaxolnám. Na, tessék, Zsuzsi, tessék. Látod, ez nekem eszembe se jutott, hogy minek matlak. Hát, ha matlakot akarsz... Köszönjük, Andi, a hasznos tanácsodat. Zsuzsi, próbáld meg befejező viasszal. A matlak vizezi a krétafestéket, azért szedi fel. Na, köszönjük szépen, Andi, köszönjük. Pont erre számítottunk. Örül, Zsuzsi? Igen, itt hogy köszi, Andi. Akkor megpróbálod, Zsuzsi, a... befejező viasszal, ahogy Andi tanácsolta, vagy szóljak a pántart laboros angyalainak, hogy vegyék fel veled a kapcsolatot. Igaz, hogy milyen kis csinos? Jaj, leesett egy. És most méretre vágunk. Jaj, szegények nem tudnak megszáradni, mert nem hagyom őket békén. Azt írja Zsuzsi, hogy köszi Viki, kibapoztam. Most már ezzel nem csinálok semmit, majd más munkánál kipróbálom a vaxot. Jó. Jól van, Zsuzsi. Mindenképpen bízom a pozitív visszajelzésedben. Szepes Erzsik azt kérdezi, hogy ha fényes lakkal szeretném, akkor oldószerest használjunk? Csikós Andi pedig azt írja, hogy ez mekkora ötlet, Viki, nem kell maszkolgatni, szuper. Igen, igen, lusta csíkozásnak is hívhatjuk, vagy sícsútnak. Na, a csíkozás ezzel megvan, szerintem nagyon-nagyon mutatós, és ahogy mondtam a dekorguminak a felszeletelésénél is, én kimondottan ügyeltem arra, hogy ne legyenek egyformák a csíkok. Én nagyon szeretem az ilyen vidám, bohókás alkotásokat, a másik pedig az, hogy azt is bevallom, hogy utálok feszülten és nagyon-nagyon precízen dolgozni, mert én... Nekem az alkotás egy öröm, egy élmény, én jobban szeretem az ilyen, ahogy sikerül csíkokat. De természetesen lehet egyenletesre is. Hogyha megvan a csíkozásunk, a retusált, vagy restaurált alkotásainkat egy kicsit arrébb helyezem. Egy kis földbarna
festék, popsi törlő, és hogy egy picit melyik oldalról kezdhettem? Erről vajon ez lehet az első oldal? Köszönöm, Nonók, amíg jó, hogy te figyelsz. Hogy ne legyenek ezek a fehér vágott részek, illetve hogy még rusztikusabbá tudjam varázsolni a deszkákat. Nagyon kevés földbarna festék. Ide az oldalakra, az aljára. Kicsit kinyitom, hogy a tetejét ne festékezzem össze. És egy kicsit áthúzom a földbarna festékkel. A popsi törlővel pedig vissza is törlöm, és úgy törlöm vissza, hogy ilyen foltos legyen. A szélek azok inkább barnábbak. Nyugodtan az ujjatokkal is lehet finomítani. Szuper deszka hatás. Szerintem is, és nagyon egyszerű, nagyon gyorsan lehet vele haladni. És így, hogy egy kicsit ezzel a földbarna színnel, ami a doboz alsó részének az alapszíne, egy kicsit megsimogatom a dekorgumi csíkoknak a szélét. Nagyon klassz színvilága lesz, és teljesen egységes lesz az egész, nem világítanak a dekorgumi vágott szélei. És ugye azért csinálom ecsettel, hogy ide a dekorgumik közé is be tudjak nyúlni. Na hát 8-ra nagyon nem vagyunk készen, de majd hát ha 8:30-ra. Addig nyugodtan lehet örülni, ha felvették a gyerekeket. Mi is veletek örülünk. Az alját pedig majd egy laza mozdulattal már végig lehet húzni. Hát ezekre a csíkokra érdemes sok időt szánni, mert nagyon mutatósak, és érdemes őket sokáig simogatni, meg élvezetes is. Nem érdemes nagyon felvizezni a festéket, mert akkor meg nem szépen fedi a dekorgumi csíkoknak a szélét. Szerintem ez a legidőigényesebb a doboz elkészítésében. Úgyhogy így, hogy már két oldalt megcsináltam, így az a merész ötletem támad, hogy több oldalt nem is fogok megcsinálni.
Most? Hanem inkább majd díszítjük a tetejét. Van esetleg valami kérdésetek ezzel kapcsolatban, vagy minden teljesen egyértelmű? Bár nagyon bonyolultakat magam sem tudok készíteni. Úgy gondolom, hogy mindent ti is tökéletesen végre tudtok hajtani. És akinek tetszik ez a díszítési mód, annak megköszönöm, hogyha megosztja az ismerőseivel a ma esti pántart élőt, hogy minél többen kedvet kapjanak az alkotáshoz. Nem érdemes egyszerre sok részt előre végig simogatni a barna festékkel. Sokkal egyszerűbb lenne, csak annyira gyorsan ráköt már ebben az állapotban az előző festék rétegre a földbarna festék, hogy utána meg alig lehet róla visszaszedni. Hogyha esetleg mégis bekövetkezne egy ilyen, akkor se kell egyáltalán megijedni. Most az jutott eszembe, hogy egy barna árnyalatos doboz, például az őszi alkotásokhoz, mert bármilyen szörnyű is, mindjárt itt van az ősz, mennyire jól mutatna mondjuk a moha paszta. Egy kis őszi ládikóhoz. Hogyha esetleg valahol nagyon sok lenne a barna, és már nem tudjuk visszatörölni, akkor nem kell kétségbe esni, hanem fogjuk azt a színt, amire nekünk szükségünk van, mondjuk itt van ez a jégkék, és a jégkékkel egy kicsit megcirógatom, és már is kékebb, mint barnább. Itt is a széleket szépen eldolgozom. Akár két színnel is tökéletes. És a másik két oldalát azt majd házi feladatként elkészítem. Már azt nem simogatom végig, mert tudom, hogy sok idő. Jó így? Viszont a tetejére még gondoltam egy-két díszítési ötletet, így nem látszik a másik két oldala? Nagyszerű, de ez a kettő gyönyörű? Igen. Nagyon örülök. Remek. Jó, akkor ugye ezt a két kis díszítést gondoltam ide a tetejére, még kagylóval, meg mohával, meg amit még gondolunk. És már egy réteg fehér festék van is a kis vitorláson, illetve a restaurált világító tornyon. Erre még egy nagyon kevés mészkő színű kőhatás pasztát fogok kenni, ha már úgyis ilyen rusztikus az alapunk, akkor legyen ez is ilyen. Ezzel sokkal művészibb lesz a vitorlásunk. Nem utolsó sorban nagyszerűen eltünteti a felfeltűnő alapszíneket. De még itt az alján látjuk a gyönyörű fűzöld színt. Van valami kérdés esetleg? Nagyon szép, szuper. Nagyon örülök. Csak ilyeneket olvassam. Nem baj, hogyha nem teljesen fedi be. Ez csak ilyen különlegességnek
tenjük rá. És legfőképpen azért, hogy a világító toronynak az alufóliás részét gyönyörűen el tudjam tüntetni. Ez a fő szempont. Egyáltalán nem egyenletesen kenem, nem figyelek az ecsetvonás irányára, sem a kőpaszta mennyiségére. A legfőbb dolog az, hogy az alufólia az egyáltalán ne legyen kivehető, amivel egy kicsit kipótoltuk a világító tornyot. A kőpaszta nagyon jó gyorsan szárad, de ez a két kis kerámia dísz, ez egyáltalán nem arányos, úgyhogy arra gondoltam, hogy a világító tornyunkat egy kicsit jó lenne megemelni, mert a doboznak a tetejét nehezebb kifaragni, hogy a vitorlásunk lejjebb legyen, és sokkal könnyebb mondjuk alufóliából egy kis szigetet építeni. Egy jó nagy adag express ragasztó, alufólia. Itt van egy új nemzetközi nézőnk, akit úgy hívnak, hogy Kiki. Kiki? Kiki. Kiki. Azt írja, hogy gyönyörű a doboz. Nem érti, hogy mit mondasz, de figyeli, ahogy készít. Jó. Nagyon örülünk, hogy itt van. Sági Erika, remélem még itt vagy, mint a nemzetközi kapcsolataimért felelős sajtószóvívő. Légy szíves, írd meg Kikinek, hogy nagyon örülök, hogy itt van. Honnan van itt? Azt nem írtam. Már azért ragasztottam rá, hogy lássam, hogy hányadán állunk egymással. Fontos, hogy az alufólia rétegek között legyen ragasztó. Így, hogyha egy kicsit ferdébben van, így olyan kisebbnek tűnik, nem? Nézd meg szemben. Akkor meglátják a doboz másik oldalát. Látták, mikor készült. Jó, kicsit ferde a világító torony. Szólhattál volna. Én már nem szólok. Nagyon elegáns. Mondtad, hogy jó lenne, ha magam felé fordítanám. Aranyos vagy. Jó. Nagyon szép lesz és különleges. Bereti Márti megírta, hogy nagyon örülsz. Jaj, de aranyos vagy, Mártika! Javaslom azoknak a kedves fenntart alkotóknak, akik nem élőben alkotnak, hogy tartsanak élőben online nyelvleckéket, és lelkes követőjük leszek. Így, jó lesz így. No. Igen. Igen? Jó. Szóljál, ha maga fejtődik. Elegánsan megfordítom felétek, hogy a szép oldalát lássátok.
jót még nem ragasztom föl. Na, hol vannak ezek a csoda festékeink? Jöjjön egy kis trikik, ennyi bőven elég. Egy kis jégkék. Ott van egy kinguri ecset, Nunu, ott a pontozó. Ott, ott. Aha. Egy kisebb ecsetet választok. Mészkő színű pasztát nem túl vastagon kentem fel a felületre, így teljesen jól kivehető, hogy hol voltak a csíkok a vitorlán. Ezek ilyen törött kerámiák voltak, mind a kettő, akik esetleg most kapcsolódtak be. Itt valami Claire, de ez már meghaladja a képességeimet. Hello, Claire! Na de majd Bereti Márti. Mentőhövet is egy kicsit. Megsimogatom csíkosra. Már is sokkal csinosabb. Ezt is hozzáigazítom. Hát ezt a vasmacskát csak egy kicsit megsimogatom, mert jó nagy. Ott se figyeltek a méretarányokra. Azt írja Víg Veronika, hogy nem is gondoltam volna, hogy a fóliával például ilyen jól lehet magasítani, vagy pótolni. Nagyon jól mutat a torony alatt, ma ismét tanultam tőled, köszönöm. De aranyos vagy, nagyon örülök. És mindjárt el is tüntetjük ezt az alufólia részt. A kis csónakomat felragasztom. Ezt ugye express ragasztóval ragasztottam ide, és az alufóliát már is eltüntetem, mégpedig a mészkő színű k
kőpasztával. Jó, van még a 8:30-ban hátra. Nem ér nekem Bereti Márti. Nem mi? Hát hova lett Bereti Márti? Így, hogy a világító tornyot is átsimogattuk a kőpasztával. Ez egy nagyon jó ötlet volt, mert így bátran össze pacsmagolhatom azt is. Ezt egy picit megszárítom. Kis földbarna festék. Itt már Mártika. Igen. Azt írja, köszönjük Mártika. Hogy azt írta Claire, hogy szereti, amit a doboz oldalaival tettél, és szeretnék kipróbálni, a színek is nagyon szép. Ó, de jó. Hát ennek nagyon örülök. Egy kicsit a földbarna festékkel imittam ott meg. Simogatom a alufólia kupacunkat. Már is teljesen élethű szikla szigetünk van. Az eufóriát rendkívül jól lehet formázni, főleg amíg a kőpaszta nincsen megszáradva, úgyhogy akár kis mélyedéseket is ki lehet alakítani. Hát ez is teljesen rajtatok múlik, hogy mennyi időt szántok a festésére, hány rétegbe kerül rá a kőpaszta. Ez egy kis sziget, amin nem a vizet szeretném jelképezni, inkább a szigetet. Azt
Írja végig Veronika, hogy annyira jó látni, hogy ilyen bátran kevered és vegyíted a színeket, és a végeredmény életű és csodás látvány. Bátorságot adsz a színekkel való bánásmódban. Így van, legyetek bátrak, az alkotás az egy örömforrás is, hogyha valami nem sikerül, vagy túl sok, vagy túl kevés, hát annyi csoda terméke van a Pentartnak, majd csak találunk valamit, ami az esetleges baklövéseket eltünteti, úgyhogy csak bátran maszatoljatok ti is, sok-sok színnel, sok-sok anyaggal, és mindenféleképpen csoda dolgokat fogtok kialakítani ezekkel. Én most ilyen törött kagylókat fogok használni. Azt írja Csikós Andrő, hogy szeretné, ha megformáznád őt kicsiben, és odaültetnéd nyaralni. Azonnal, Andi. Azonnal. Tanaszi Katika pedig azt írta, hogy rakj egy cápát is, amikor ez a sziget körül. Hogy megegye Andit? Hát ki segít majd nekünk a Pentart termékekkel kapcsolatban? Ó, Andi, nézd, milyen padot találtam neked. De eltúg a világító torony mögé. Igen, itt ülsz, Andi, a másik. Ha nincsen törött kagylunk, hát csináljunk. A kezetekre vigyázzatok. Kimondottan csak ilyen selejtes kagylókat gondoltam, hogy használunk. A hajó pedig a kikötőben van, úgyhogy még a közelébe sincsen víz, csak jó messze tőle. Ezek a kis kagyló darabok, vagy kavics darabok, ezek kimondottan jók arra, hogy például az alufólia széleket el tudjam tüntetni. És egy kicsit muszáj voltam távolabb rakni egymástól a világító tornyot, meg a kis hajót. Ilyen úszó moszatokat is veszek, a sziklák közül kikandikálnak a pici kis mohadarabok. Csak nagyon-nagyon keveset, nehogy egy erdőt sikerüljön ideépíteni. A koszos tengert is sem érdezed. A sziklák között kikandikálnak a kis zöld növényzet részei. Felszívták a vizet.
Na, ide teszek még egy kicsit. Még egy kis ilyen kiszáradt kínál szerűség egy-két helyre. Vagy a tikkasztó melegben kiszáradt a zöld növényre. Ti mit tennétek még hozzá? Van még valami, ami szerintetek jól mutatna? Innenből nem rakok többet. Majd mindjárt megnézem szemből, mielőtt utasításba kapom. Egy pár gyöngyöt raknám. Gyöngyö? Nem lenne az sok hozzá, ez a naturisztikus ábrázolás módhoz? De itt vannak egyébként. Ide készítettem, hát ha szeretnétek használni. A gyöngy az szép rajta egyébként. Teljesen igazatok van. Na de nem sok. Dekorhomok is szép lenne rajta. Ó, oh, dekorhomok. De nem is dekorhomok, hanem 3D por, amit ugye a múltkor is használtunk. Azt nem készítettem ide, igazatok van, de azzal még kiegészíthetjük. Gyorsan be is kenem ragasztóval, még ahova lehetne tenni a 3D porból, és már is. Hozom. Más valami ötlet, kívánság, kérés, esetleg kérdés, ide hozok a 3D port. Remélem, a múltkor nem szúrtam el az összeset. Por, ez közepes szemcse nagyságú. Hát ennyi nem kell, de... Majd lefújom, ami... Ez Horvátország, vagy a Balaton? Nem tudom. Ilyen. Más valami?
házi feladat nekem, a doboz másik két részének az árnyékolása. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat ma este is, és érdemes volt végignézni, hogy hogyan készül ez a kis csíkos doboz. A belseje ugye az diószínű lazúrral lett kenve, szerintem színben nagyon szépen harmonizál. Hát tudjátok, hogy mit felejtettem el? Az árnyékolást. Pedig mondtam is, hogy nem baj, hogyha összekenjük itt a doboznak a szélét, csak pont az a része került hátulra. Hát így egy kicsit azért finoman emeljük ki ezt a doboztető részt. Egy pici szivacsecsettel. Nagyon szép lett ez a csíkozási mód, valami fantasztikus ötlet. Nagyon örülök, hogy tetszik, remélem, hogy szívesen fogjátok használni. Minden évszakban szerintem nagyszerűen alkalmazható, nagyon-nagyon egyszerű, nagyon olcsó, nagyon gyors. Köszönjük, hogy itt lehettek, fantasztikus alkotás voltam ma is. Én köszönöm. Jövő héten csütörtökön is nagy-nagy szeretettel várlak benneteket. Bízom benne, hogy együtt töltjük a jövő csütörtök estét is. És jövő héten csütörtökön képzeljétek el, hogy babaköszöntő ajándékkal várlak majd benneteket. Az esküvők után mi másra készülhetnénk, mint a sok-sok babára, és úgy gondoltam, hogy olyan régen csináltunk már babaköszöntő ajándékot, úgyhogy jövő héten csütörtökön egy ilyesmi alkotással várlak benneteket, hogy pontosan mivel még én sem tudom, de a témája az ez lesz, úgyhogy nagy szeretettel várlak benneteket. Mindenkinek csodaszép estét, drukkolunk, hogy jók legyenek a ponthatárok, legyen szép nyaratok, alkossatok sokat, millió puszit, sziasztok!